Az NB1B-ben, ahol három megyebeli csapat szerepel, az NB2-ben, valamint az utánpótlás bajnokságokban már megkezdődött a szezon, a megyei bajnokságban azonban még nem indult útjára a labda. A szövetség korábban a csapatok létszámának emelését jelölte meg egyik fő céljaként, és ha nem is rohamléptekkel, de haladnak az eltervezett úton. Nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy a 2015-16-os női felnőtt bajnokságban 10 csapattal el fog indulni október első hétvégén a bajnokság. Nagyon nagy öröm az, hogy Balkán csapata, illetve Ibrány csapata is, tehát Ibrány is, illetve Balkány is egy-egy női felnőtt csapattal fogja magát képviseltetni a bajnokságba, Balkányokba. Az elmúlt években sajnos nem volt induló, most újra az MKS tagjai között köszönhetjük a település kézilabda egyesületét, és bízunk benne, hogy eredményesen és sikeresen fogják venni a küzdelem sorozatot. A férfiak vonatkozásában is van egy kis érdekesség, megyén túli résztvevője is lesz a felnőtt férfi bajnokságnak. Itt a Sárospatak csapata nevezett megyén túli szervezetként. A megyei szövetség egy évvel ezelőtt indította el a játékvezetői utánpótlás mentor programot, amelynek célja a tehetséges fiatal kézilabda játékvezetők képzése, felkészítése volt. Az első évfolyamban végzett játékvezetők sikereit látva nem volt kérdéses a folytatás. Ebben a szezonban is 12 fiatal játékvezető jelölt, illetve már gyakorló játékvezető kerül be a programba. Én bízom benne, hogy hasonlóan, mint a tavalyi szezonban, most is lesznek olyanok, akik NB-s kerettagokká válnak, hiszen nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyi évben a JAM program keretében mentorált játékvezetők közül vannak olyanok bizony, akik igen szép eredménnyel és igen szép teljesítménnyel elérték ezt az eredményt. Ugye a célunk ez volt tavaly is, amikor életre hívtuk ezt a programot, hogy ne csak a sportszervezeti szinten, ne csak a játékosok szintjén tudjuk a megye kézilabda társadalmát erősíteni, hanem ugye egy sportdiplomáciai, sportszakemberi szinten, játékvezetői szinten is megtörténjen ez. A szövetségi elnöke elmondta, a terveknek megfelelően a jövő év elején másodszor rendezik majd meg a Junior Kupa nemzetközi utánpótlástornát, és harmadszor léphetnek majd pályára a fiatalok a Szabolcs Kupa mérkőzésein.